Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Pauliné Bukovics Mariant, aki kertészmérnök az alapszakmáját tekintve, amúgy ganoterapeuta is, és ganoterápiát oktat is, az én nagy örömömre is. És ő a Corvinus Egyetemen ismerkedett meg a gyógygombákkal, és ott különböző tanulmányokat publikáltak gyógygombákkal kapcsolatosan, és nagyon felkeltette az érdeklődését a gombákkal való munka, meg hát ez a szép tudomány. Majd személyes problémákra keresett megoldást, és talált is a gyógygombákban, és saját pozitív tapasztalatai, tudom, hogy a családon belül is nagyon sok pozitív tapasztalatod van, a gyermekeiddel is nagyon sok pozitív tapasztalatod van, és annyira érdekelte őt ez a téma, hogy felkérte Jane Yao-t, aki egy általam is nagyon nagyra becsült hölgy, hogy legyen az ő mentora a ganoterápiában. Tudom, hogy szinte napi kapcsolatban vagytok, lehet ezt így mondani, hogy komoly kontaktban vagytok, és dr. Yao pedig már több mint 30 éve használja a gyógygombákat a terápiás munkájában. Mariannal én a Hieronymus Bock természetgyógyász központban futottam össze, én ültem a padsorokban, és fitoterápiát tanultam, és Marian pedig előadást tartott a gyógygombákkal, és hát ott már engem teljesen elvarázsolt, már ott azt hallottam ki, hogy hát ez a termékenységben hogyan fog tudni jól dolgozni. És jelenleg is tanít ebben a természetgyógyász központban Marian a gyógygombák ismeretére bennünket is. 2020-ban az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól pedig kapott engedélyt arra, hogy akkreditált ganoterápia képzést tudjon tartani, és innentől fogva ezt ő csinálja is. Tudom, hogy évente több, negyed évente, három havonta is vannak csoportjai, és fogadjátok az ő előadását szeretettel, Adaptogén gyógygombák címmel. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket újra. Igen, hogy miért pont erre esett a választásom, hogy ezt az adaptogén hatást egy kicsit boncolgassuk, az azért volt, mert ugye a tanfolyamon is kitérek külön arra, hogy egy külön tudományág, az immunbiológia foglalkozik az ilyen erős immunhatású növényekkel, de ez az immunmoduláns hatás, ez az adaptogén hatásokon belül csak egy hatás. Tehát az, hogy valami adaptogén, az egy sokkal nagyobb, sokkal kiterjedtebb hatásokkal bíró gyógynövényt jelent. Ehhez egészen vissza kell kanyarodnunk ahhoz, hogy 500 millió évvel ezelőtt, amikor a Földön elkezdődött az élet, és a növények kiléptek a vízből a száraz földre, és amit ott addig oldott anyagként megkaptak a természetből, azt a szárazföldön más formában kellett nekik felvenni. Ehhez a formához nagy segítséget kaptak a mikorhizagombáktól, és létrejött egy ilyen kölcsönös együttműködés a növények és a gombák között, ami a növényeknek megteremtette azt a lehetőséget, hogy egyáltalán meg tudtak telepedni a Földön, és létrejött az élet. És ezt a különleges kapcsolatot egy ilyen aszkorbulumon keresztül, egy közösen létrehozott abszorciós felületen történt meg ez az átadás, és úgy tartják, hogy ez egy olyan felület, mint az emlősöknél a mélepény. Ezek a kutatások aztán végül ugye, ahogy fejlődött ugye a Föld és létrejött az élet a Földön, mindenhol a világ szegleteiben felfedezték a gyógynövényeknek a hatásait. És bár tudjátok, hogy a gyógynövények, illetve a növények és a gombák az egy teljesen különálló rendszertani csoport, mégis itt most gyógynövényekként fogom őket említeni, hiszen a történelem folyamán is őket leginkább így emlegetik. A gyógygombáknak több mint 4000 évre visszanyúlik a hagyománya, mégis először
vannak olyan írásos anyagok, amiben 3000 évre írják ezeket. Tehát létrejöttek párhuzamosan a világ minden táján a különböző hagyományos gyógyászati rendszerek, mind a hagyományos kínai kultúrában, aztán az ajurvédában, de az ősi Egyiptomban már harmadik Thotmesz fáraó sírjának a falába vésve is találtak gomba motivumokat, de nem kell nekünk ilyen messzire mennünk, hiszen itt Európában 1991-ben megtalálták ugye Ötzi leletét, aki egy 5300 évvel ezelőtt élt ember volt itt Európában, és már nála is találtak bükkfataplót és nyírfataplót, amit valószínűleg vérzéscsillapításra, antibakteriális szerként helyesebben, illetve tűz csiszolására tudott használni és magával vinni bárhova. De mégis, és már akkor, abban a korban megkülönböztettek felsőbbrendű növényeket, gyógynövényeket. Ez az adaptogén hatás gyakorlatilag az 1940-es évekhez köthető, amikor az egykori Szovjetunió felkérte a Szovjet Tudományos Akadémiát arra, hogy erősítő szereket kell találni a szovjet elit számára. Hát ők az elit alatt a politikusokat, a katonai személyzetet, a sportolókat, a sakkozókat és a híres Bolsoj balettet értették. Ezt annyira komolyan vették, ezt, hogy ilyen erősítő anyagokat kell találni, hogy 1943-ban ez például a Népi Biztosok Tanácsa határozatban adta ki. És természetesen úgy, hogy az egészségügyi irányelveket be kellett tartani. Ekkortól kezdődött meg az adaptogéneknek a kutatása, ami Nikolaj Lazarevnek a nevéhez fűződik. Ő alkotta meg ezt az adaptogén kifejezést, ami egy latin szóból származik, és illeszkedni, adaptálni jelent tulajdonképpen. Tehát olyan növényi, tehát először, bocsánat, nem növényi, tehát olyan anyagot kerestek, ami növeli a testnek a stresszel szembeni nem specifikus ellenállását. Lazarev először szintetikus anyagokkal, a diabazollal kezdett el kísérletezni, de hál' Istennek jött egy kollégája, Israel Breckman, aki a tudományos kísérleteknek az érdeklődését természetes irányba fordította, és a szintetikus anyagok helyett természetes anyagok felé fordult, és ő is ugyanúgy vélekedett, ahogy én, már bocsánat, hogy így összehasonlítom magam vele, de amikor én elkezdtem a diplomamunkámat írni, és rengeteg előadást hallattam, nekem is valahogy az volt az érzésem, hogy sokkal mélyebbre kell visszanyúlni a földtörténeti keletkezésében a gombáknak, mint hogy csak azt vesszük alapul, amit a hagyományos kínai gyógyászatban leírtak. És mikor jó pár hónappal ezelőtt így előm került ez az adaptogén hatás és az ebben kapcsolatos kutatások, akkor úgy felcsillant a szemem, hogy jé, hát ő is ugyanígy gondolta, mint én, hogy valahol itt gyökeredzik az a hatás, amit az adaptogéneknek köszönhetünk, hiszen hogyha túlélték ezek a növények a jégkorszakot, képesek voltak mindenféle életkörülményekhez tökéletesen adaptálódni, akkor az emberi szervezetben is nagyon jótékony hatásokat lehetnek képesek kifejteni. Hát őt időt és pénzt nem kivált a Szovjetunió arra, hogy ezeket a kutatásokra fordítsák. 1200 biológust, tudóst, orvost bíztak meg avval, hogy kutassák az adaptogéneket. Breckman felfedezései több mint 3000 klinikai vizsgálatot kezdtek el és folytattak emberi kísérleteket, tehát orosz katonákon, munkásokon tesztelték le az adaptogéneknek a hatásait, és 1500 publikáció is született ebben a témában. A Földön úgy tartják, hogy kb. 25 000 gyógynövény van, ezek közül ők 4-et ítéltek arra, hogy részletesen megvizsgálják, és ebből mindössze 12 olyan gyógynövényt találtak, ami adaptogén hatású. Vannak olyanok, amik valószínűsíthetőleg adaptogén tulajdonságúak, de elsősorban itt is látszik az az arány, ami megtestesíti azt, hogy kevés ilyen különleges hatású gyógynövény van. Aztán 1999-ben dr. Panasian és dr. Wickman megállapították,
hogy ezek az adaptogének, ezek erősítik a HPA, a hipotalamus, hipofízis és mellékvesetengelyt, valamint a szimpatikus idegrendszer és a mellékvesék közötti területet, és arra is rájöttek 2009-ben, hogy mindezek sejtszinten működnek. Tehát nem szervspecifikusak, mint a legtöbb gyógynövény, hanem sejtszinten működnek. És azok az alkotóelemek, amik kiváltották ezeket a hatásokat, ők legfőképpen két vegyületi csoportba sorolták őket. Vannak ugye a triciklikus terpenoidok, amik hasonlóak a szteroidokhoz és a sterinekhez. Aztán vannak a fenolok és aromás vegyületek, amelyek szerkezetileg hasonlóak a katecholaminokhoz és tirozinhoz, ezek pedig szerkezetileg hasonlóak a hormonokhoz, a kortizolhoz, a koleszterinhez vagy a tesztoszteronhoz. Aztán ugye a gombáknak vannak poliszaharid összetevői is, ennek a hatóanyagcsoportnak tartják a legnagyobb egészségügyi hatásokat, amik merőben, tehát nagyon erősen támogatják az immunrendszert, és növelik az egyének az immunkompetenciáját. Biokémiai szinten ezek a szaharidok pedig az immunrendszernek a mikrobiomját is támogatják, hiszen már Hippokrátesz is megmondta, hogy annyira vagyunk egészségesek, amennyire a bélrendszerünk az. És számtalan kutatás van napjainkban is a bél mikrobiomjával kapcsolatosan, és úgy tartják, hogy a bél mikrobiom és az agy között közvetlen kapcsolat van, ami az információt átadja neki. Innen sokaknak eszébe juthat az oroszlán sörény gomba nem véletlenül. És aztán ugye miután megtalálták ezeket a különböző hatóanyag csoportokat, hát ugye a gyógynövénykutatók azok mindig megpróbálják kivonni azokat a hatóanyag csoportokat, aminek a legnagyobb hatást tulajdonítják, és külön szerként próbálnak velük dolgozni. A gyógynövény szakértők ellenben azt tartják, hogy ezek a fitokémiai anyagok így együttesen, természetes mátrixokban sokkal hatékonyabbak, mint a különálló vegyületcsoportok. Szinergiában működnek egymással, csökkentik a toxicitást, növelik a biohasznosulását, ugyanúgy, mint a növény és gomba kapcsolat révén segítik a növényeknek a bizonyos tápanyagoknak a felvételét. És vannak erre számtalan kutatási eredmények, amikor én nekem is fel kellett dolgozni egy publikációt, akkor mondta nekem a tanárom, hogy hát miért pont az illékony szerves anyagokra esett a választásom, mikor az illékony szerves anyagoknak a ganodermában nem tulajdonítanak hatásokat. De már akkor is úgy éreztem, hogy oké, ott vannak a poliszaharidok, a triterpének, amik hatóanyaggal bírnak, de hát mégis valami kell, ami segíti az ő felszívódásukat, és azért volt érdekes ez a tanulmány, mert 4 feldolgozási módszert vett, ahogy feldolgozták ezeket a ganoderma gombákat, és ezek az illékony szerves anyagok, ezek például hőhatására elillannak. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy bioaktívak maradjanak ezek az összetevők egy termékben, mert akkor tudják kifejteni azt a hatást, amiket az irodalmi adatok is leírtak. És itt hoztam nektek példában, ugye a Maitake gombában is többféle poliszaharid frakciót azonosítottak, hol egyik frakciócsoportot, hol a másikat tartották hatékonynak, viszont mikor egyesítették a kettőt, akkor 80%-kal nagyobb volt a hatékonysága, mint a frakciócsoportoknak külön. Vagy éppen egy más gyógynövényt hozva példaként, ugye a galagonyában vannak flavonoidok, és egy bizonyos flavonoid csoportnak tulajdonítják a legnagyobb hatást benne. Viszont azt tapasztalták, hogyha ők ezt kivonják, és avval végzik el újra a kísérletet, teljesen hatástalan, kvázi maga a galagonya a gyógynövény. De a kurkumából kivolt kurkuminnal ugyanez a helyzet gyakorlatilag. Tehát, hogy teljes egészében maguk ezek az adaptogének sokkal hatékonyabbak, mint különböző kivonatok formájában, és ezáltal hozzá tudnak járulni az embernek az egészségéhez és a jólétéhez. Bármilyen terápiába be tudjuk őket illeszteni, megelőzésként, kezelésként, és sok esetben ugye bizonyos kezeléseknek a mellékhatásainak a kivédésében, mint például a kemoterápia vagy a sugárkezelés.
A májkárosodás az egy olyan komoly probléma, amiben az adaptogéneknek szintén felfedezték a hatását. Ugye rengeteg toxinnal találkozunk. Ugye a ganoterápia tanfolyamon, aki már volt, és itt közületek sokan vannak, akik voltak, egy csomó toxinról beszélünk. Aztán a gyógyszereknek is vannak mellékhatásai. És ugye a májunk rengeteg, tehát több mint 600 élettani funkció tartozik hozzá, rengeteg munkája van. Ezeket a toxinokat a májunk nem termeli, hanem megpróbálja kiüríteni a méreganyagokat a vizeleten, székleten, illetve izzadságon keresztül, és amikor ez nem sikerül, akkor megpróbálja hermetikusan elzárni a vérkeringés elől, hogy az ne szennyezze tovább a szervezetünket. És ezáltal ugye ez egy megnövekedett anyagcsereterhelés lesz, oxidatív stresszt fog okozni a szervezetünkben, és előbb-utóbb ki fogja kezdeni a májunkat. És hogyha a májunk sérült, akkor gyengülni fog az immunrendszerünk. Rontani fogja a bél hámrétegét is, és aztán elkezdődnek a krónikus degeneratív betegségek, aminek a végkövetkezménye ugye lehet a rák. És aztán, mivel a szervezetünk nagyon jól van összerakva, hogyha valamelyik szervünk sérül, akkor a többi szervünk megpróbálja átvenni helyette a tevékenységet, és aztán ez egy ilyen kumulatív negatív hatást fog gyakorolni a szervezetben. Ami nekünk segít, és rávilágítottak a kutatások is arra, hogy a máj méregtelenítésében nagyon komoly segítséget kaphatunk a ganodermában, hiszen fokozza a májnak a munkáját, a metabolikus hulladékoknak a méregtelenítésében segít, és az önkéntesen vállalt károsítások is, mint az alkoholizmus, hiszen ugye a toxinok bevitelére azt nem, sokszor nem saját magunk választjuk, a környezetünkből jönnek, adódnak, de még ilyen komoly problémáknál is, mint az alkohol következtében kialakult májcirózis, vagy zsírmáj, abban is tudnak támogatni bennünket a ganodermának az összetevői. De a kínai hernyogombáról sem szabad elfeledkezni arról, amikor a máj segítségéről van szó. A benne lévő extracelluláris poliszaharidoknak köszönhetően szintén májvédő hatású. Az adaptogén kutatások rávilágítottak arra, amit már a hagyományos kínai gyógyászat, illetve az ajurvéda is már felfedezett, hogy az elmét és a testet nem lehet egymástól külön választani. Az elménk különböző betegségeket tud manifesztálni, és aztán, amikor elkezdünk gyógyítani valakit, akkor nem csak fizikai síkon kell elkezdeni gyógyítani, hanem ugye a szellemét, a lelkét is támogatni kell, amit mi majd meg is fogunk mutatni az egyik előadás keretében. És azt tapasztalták, hogy ezek az adaptogének, ezek jelentős hatással vannak a test és az elme működésére is. Sőt, úgy tartják, hogy a rejsének spirituális és pszichológiai hatásai is vannak. És a szervezetünk egy nagyon bonyolult rendszer. Rengeteg belső elválasztású mirigy van, ahol minden mindennel összefügg. Az egyik szervnél keletkező hormonválaszra a másik szerv egy másik hormont bocsát ki. És vannak bizonyos hormonfékek is. És ez az úgynevezett HPA, a hipotalamusz hipofízis mellékvese tengely, a szimpatadrenális rendszer, vagy a hipotalamusz hipofízis és gonadális rendszer, tehát a nemi mirigyes rendszer, ez szintén egy olyan bonyolult kapcsolat, amit képesek szabályozni ezek az adaptogén gyógynövények. És hát a stresszkutatásnak az atya, Seje János már feltárta azt, hogy nem a stressz öl meg minket, hanem a ráadott reakciónk. Nem vagyunk egyformák. A testünk a kert, az akaratunk a kertész. Ez William Shakespeare mondta meg jóval ezelőtt, mielőtt Seje erre rájött. De amit mi ugye a ganoterápiában is toxinként tárgyalunk, az a szervezetünk számára stresszt okoz. Ők ezt hétköznapi stresszoroknak írták le, és különböző kategóriába sorolták be őket. Biológiai stresszorként
állapították meg a baktériumokat, a vírusokat, a gombákat, a parazitákat, ami ugye az emberi szervezettel kapcsolatba kerül, erre mind-mind egy stresszválasz fog kialakulni a szervezetbe. Aztán a következő pontban, a kémiaiban ott vannak azok az anyagok, amit bárki hétköznapi értelemben toxinnak vesz, tehát a különböző peszticidek, herbicidek, rovalörő, gyomirtószerek, aztán a gombaölők, a nehézfémek. Nem is kell messze mennünk a nehézfém lerakódás terén, hiszen itt Budapest mellett Gödnél ugye nyílt az akkumulátorgyár, és a Júli már most az akkumulátorgyárból keletkező kadmium mérgezéseket kimutatja a biorezonancia méréseken. És a nehézfémek azok úgy stipistopiznak, tehát ők beülnek egy hiányzó mikroelemnek a helyére. Aztán a xenoösztrogének, amik szintén olyanok, hogy azt nem mi választjuk magunknak, az ivóvízzel, aztán a különböző csomagolószerekkel bevisszük az emberi szervezetbe, és ezek a xenoösztrogének ezek utánozzák az emberi hormonrendszernek az emberi hormonrendszert. Aztán a környezeti stressz. Ezért nagyon fontos például az, hogyha elmegyünk természetgyógyászhoz vagy orvoshoz, hogy egy alapos anamnézist vegyen fel. Mert ha megnézitek a környezeti stresszorként lévő dolgokat, extrém hideg, hő, hogyha például valaki hűtőkamrában dolgozik, vagy mondjuk ácsként, tetőn, forró napon, tűzön, ő folyamatos stressznek van kitéve. Akarja, nem akarja, vagy nem veszi tudomásul, az emberi szervezet alapjában véve nem erre van kódolva. Vagy aki például egy túlzsúfolt számítógépteremben tölti a napi 8 óráját, ő ezeknek az elektromos sugárzásoknak van kitéve nap, mint nap. És akkor itt jönnek már ugye azok a stresszorok, amiket ugye a táplálkozásunkkal viszünk be, aztán a különböző élelmiszerallergének, a glutén, amit már a Júli is említett, és aztán a glutén kapcsán a mikotoxin szennyezettség, amit szintén ugye az általa is említett egészséges, teljes kiörlésű gabonák, azok valóban egészségesek, és jót tesznek az emésztésnek, hiszen nagyon sok rostot tartalmaznak, de annak muszáj, hogy bio legyen. Mert a héréteg alatt megbújik ez a mikotoxin szennyezettség, és ebben még nagyobb kárt okozunk, mint hogyha sima fehérlisztes terméket ennénk meg. Viszont kimutatták, hogy a bio termesztésű gabonákban nincsen mikotoxin szennyezettség. Tehát ezért fontos, hogy ha odafigyelünk, akkor a táplálkozásunkkal egy csomó stresszort ki tudunk iktatni. És aztán ugye itt vannak a tartósítószerek, a feldolgozott hústermékek, amivel ugye tartósítják a nitritek, a nitrátról bebizonyosodott, hogy rákkeltő hatású, de hát most akkor válasszunk, hogy vagy a botulizmus, ugye abban lévő patogének, gombák miatt fogunk meghalni idővel, vagy pedig az miatt, mert nitrogénnel vagy nitráttal vannak tartósítva az élelmiszerek. Tehát nyilván az élelmiszeriparnak is mérlegelni kell. Aztán fizikai stresszorként írták le az erőteljes fizikai igénybevételt is. És akkor itt egy picit itt el lehet gondolkodni azon, hogy ugye vannak élsportolók, akik csúcsra vannak járatva, és egyszer csak összeesnek a pályán. Tök egészségesen élnek, étkeznek, mozognak, minden megvan, és mégis ez egy olyan fokozott stresszt jelent a szervezetük számára, amitől egyszer csak kimerül. Tehát az adaptogének nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy ezt a stressz hatást ki tudjuk védeni. Vagy éppen egy műtét, egy trauma, a különböző fertőzések, de ahogy látjátok, a terhességet is ide sorolták a szovjet kutatók, hogy ennek is komoly stressz hatása van. Nyilván az anyai szervezetre. Aztán a pszichológiai, ugye itt jön az, ami az előző dián volt, ugye az elmét nem lehet külön választani a testtől, a különböző harag, félelem, bármiféle érzelmi emóció, ez mind-mind fizikai stressz jelent a szervezetünk számára. És hát nagyon sokan nem szeretik például a munkájukat, undorral mennek be a munkahelyre, alig várják, hogy leteljen a munkaidő, és ez folyamatosan őket frusztrálja, és gyengíti le az immunrendszerüket.
És hát a lelki stresszor nyilván ugye lehet, hogy akár egy természetgyógyásznál, egy gyógyászattal foglalkozó embernél ugye az, hogy a kiégés, hogy értelmetlennek érzi egy idő után a munkáját, de nem kell terapeutának lenni ahhoz, hogy ezeket az érzéseket az ember megtapasztalja. És hát ugye annyit beszéltem már erről a szimpatadrenális rendszerről, ami gyakorlatilag a hipotalamusz, a mellékvese és a szimpatikus idegrendszer közötti kapcsolat. Ennek köszönhetjük ezt az üs vagy fuss reakciót tulajdonképpen. Egy stressz helyzetben megemelkedik a pulzus szám, megnő a mentális fókuszunk. Tehát arra koncentrálunk, hogy megoldást keressünk abban a helyzetben. Felélénkül a véráramlás, megemelkedik a vércukorszint, az oxigénfogyasztás és az idegrendszeri aktivitás is mind-mind nőni fognak. Az emésztési funkcióink viszont csökkennek. Az előző stresszorok tekintetében, hogyha belegondoltok, akkor nem véletlenül kezdenek el idővel is lerakódni, ugye ezek a plusz kilók, súlyok. A folyamatos stressz. Aztán ugye az adrenalin, noradrenalin felszabadul a véráramba, és a súlyos stressz alatt a férfiak nem termelnek spermát, nem nő a szőr, ez mondjuk lehet, hogy kevésbé probléma, a nőknél pedig leáll a reproduktív hormonoknak a termelődése. És ez miért lehet gond? Biztos felétek is rengeteg építkezés folyt, amihez felvettek hiteleket, és hát ugye ott be kellett vállalni a babát. Ez egy folyamatos stressz helyzet, ha nem teljesítem, akkor vissza kell fizetni ugye kamatokkal növelten. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy ilyen helyzetekben nem fognak megfogadni azok a várt babák. Aztán a mellékvese fáradtság az, amire szintén komoly hatással van a stressz, mert ugye a stressz esetén több stressz hormon szabadul fel. És a hagyományos kínai gyógyászat az úgy tartja, hogy az életerő, a csi a veségben lakozik. Ez olyan, mint amikor születéskor meggyújtanak egy gyertyát, és az egész addig ég, amíg az életünk ki nem huny. És hogyha valaki két végén égeti a gyertyát, milyen beszédes a magyar nyelv, akkor elfogy az életenergia. Tehát azért nagyon fontos az, hogy ezt a stressz helyzeteket megfelelően tudjuk kezelni, támogatni mindenféle síkon. Az adaptogének azok megakadályozzák az oxidatív károsodásokat, és mind a kínai hernyogombáról. Itt nagyon sok helyen a ganoderma lucidumot, a pecsétviaszgombát csak rejsiként írtam le röviden. A noni, a ginzengfélék és a máltai gomba is támogatja a mellékveséket. Aztán itt van egy másik olyan hormonális elválasztású szervünk, amivel összefüggésben van ugye a cukorbetegség és metabolikus szindróma, ugye a hasnyálmiriggyel, és hogyha a hasnyál nem termel megfelelő inzulint, vagy azt nem tudja megfelelően felhasználni, mert az inzulin receptor nem nyílik ki, és nem tud beáramlani a sejtbe a cukor, akkor nem fogja tudni feldolgozni a szervezet. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a szervezetünkben minden sejtünknek van inzulin receptora. Hogyha az inzulin nem tud bejutni és kinyitni azt az ajtót, amin be tud keresztül jönni a cukor, akkor az egész szervezetünk károsodni fog. És hát ugye ez az inzulin termelő képesség, ugye ez megakadályozza azt is, hogy túl sok kortizol termelődjön ugye a stressz hatására, és létrejöjjön ez a metabolikus szindróma, amiképpen kialakul a kettes típusú cukorbetegség, aztán szívbetegségek alakulnak ki, policisztás peptefészek szindróma, magas vérnyomás, és aztán a végén, ugye, ha kezeletlenül marad, akkor rákot is tud okozni. És ahhoz, hogy ezek a hormonális elválasztású mirigyeik, endokrin mirigyek jól tudjanak működni, ahhoz megfelelő ásványanyagokra is szükség van. És ugye nagyon ásványi hiányos a táplálkozásunk, nem elegendő a vitaminbevételünk sem, és ez miatt sem tudnak ezek a hormonok megfelelőképpen kialakulni, és aztán így nem tud rájuk megfelelő hormonválasz sem kialakulni. És nagyon fontos, hogy legyen króm, magnézium, cink,
a szervezetünkben, amit egyébként a gyógygombák nagyon jól tudnak adaptálni, hiszen nagyon sok ásványanyagot és vitamint tartalmaznak. A kínai hernyógomba gyakorlatilag a félperiódusos rendszert tartalmazza, annyiféle ásványanyag van benne. És ezáltal ugye tudják csökkenteni a kortizol szint, a vércukor szintet, és egy ilyen inzulin rezisztencia csökkentésével is hozzá tudnak járulni ehhez a folyamathoz. És aztán még jó, hogy itt látom, hogy a szénhidrátok és a cukorban magas ételek, azok szintén el tudják tolni a hormonrendszert, tehát hogy ezért sem mindegy, hogy táplálkozunk. És hát ugye, hogyha táplálkozás, akkor emésztőrendszer, és sokan úgy gondolják, hogy az emésztés csak a gyomorhoz tartozik, semmi más szervünkhöz nem, hát ez nem így van. Már a szájban megindul az emésztési folyamat, ugye a rágással, a nyáltermeléssel már ott egy csomó enzimre szükségünk van, hogy aztán ugye ez a gyomorban tovább tudjon folytatódni. Viszont az emelkedett stresszhormonok azok gátolják a gyomorsavnak a szekrécióját, fel fog higulni gyakorlatilag, és nem lesz olyan hatékony az emésztés, és így a felszívódás sem, és a bélrendszerünkben egy csomó ételmaradék fog maradni, ami utána az bomlásnak indul, abból káros anyagcsere termékek lesznek, ami szintén puffadást, bélgázokat és egyéb bélrendszeri problémákat okoz. Az adaptogénekről kimutatták, hogy támogatják az emésztőrendszert, segítik a tápanyagoknak a felszívódását és a gyomornyák a hártyáját. Ugye a ganoderma, főleg a GL, illetve az oroszlánsörény is nagyban segít. És hát ugye a ganodermának a beta-glukán tartalma az nem csak probiotikum, hanem prebiotikum is egyben, tehát segíti megtelepedni ezeket a jótékony baktériumokat. És hát látjuk, hogy mennyire óriási kihatása van az adaptogéneknek és a stressznek gyakorlatilag az egész szervezetre, hiszen az izom- és csontrendszert is érinti. És ugye ez az izom- és csontrendszer nem csak izomból és csontokból, hanem a legújabb eredmények szerint fasciákból is áll, ami sokkal több, mint egy-egy izomköteg. Van olyan fascia, ami innen a homloktól egészen a kislábúig végigfut hátul az egész szervezeten, és összeköttetésben van. Ezt én magam is tapasztaltam, amikor a rossz tartásom miatt egy ilyen tartásjavító hátpántot vettem, és azt tapasztaltam, hogy a talpam begörcsölt. És aztán, amikor utána néztem ebbe a gyönyörűséges szép atlaszba, amit megkaptam karácsonyra, akkor döbbentem rá, hogy hoppá, hogy micsoda összefüggések vannak még itt pluszban is, aminek nagyon-nagyon örültem. És hát ugye az életkor előre haladtával, a különböző betegségek, traumák, ezek mind-mind ugye stressz, gyulladást okoznak a szervezetünkben, de nagyon sok adaptogénnek gyulladásgátló hatása van, mind a cordycepsnek, a ganodermának, aztán a noninak is, illetve a ginzengféléknek is, és ezek hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy a demineralizáció csökkenjen, tehát hogy kivonódjon a csontokból a kálcium, és itt nagyon fontos az, hogy ugye az élelmiszereinkkel, főleg a tejtermékekkel is sajnos kivonódnak a csontokból a kálciumok, és aztán teljesen máshol rakódnak le a szervezetünkben, vagy a túlzott műtrágyázás következtében a foszfát, ha bekerül a szervezetbe, akkor annak szintén az az eredménye, hogy kivonja a kálciumot a csontokból, és ezáltal az gyengülni fog. Tehát mindezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a túlzott stressz hatására elindul egy öregedési folyamat, csökkenni fog az élettartam, és ugye az úgynevezett anabolikus és katabolikus folyamatok, amik az építő és lebontó folyamatok az emberi szervezetben, ugye amíg egészségesek vagyunk, ezek egyensúlyban vannak, aztán amikor megborul a rendszer, akkor a leépítő folyamatok válnak túlsúlyossá,
és akkor a túlzott sejtkárosodás lesz, sejtek degenerálódni fognak, és ezáltal is elindul egy ilyen káros folyamat. Viszont már az ősi rendszerek már akkor leírták, hogy a ganodermát, hogy a halhatatlanság gombája, vagy például a kínai hernyogombát, hogy a hosszú élet, a termékenység és az életerőnek a gombája. Tehát mindazokat, amiket az újfajta kísérletek is bebizonyítottak, és adaptogénként megmutatták, hogy igen, ezek adaptogének, ezek ilyen kifejlett, kiterjedt hatásokkal rendelkeznek, azt már ők régesség tudták. És hát nyilván ez hatással van a sport teljesítményre, és hát Oroszországban ugye főleg erre irányult, ugye, hogy azt a katonai, illetve sportfölényt meg tudják tartani. Nagyon sok világbajnokságon ugye előhelyet értek el ugye a szovjet sportolók, és ezt szerették volna továbbra is megtartani. És úgy találták, hogy ha egy sportoló adaptogéneket fogyaszt, akkor nő a kitartása, gyorsabban fog regenerálódni a szervezete, és ennek az ATP-nek köszönhetően több energiával fog rendelkezni. És ebben nagyon nagy segítség, és kutatási eredmények is azt bizonyították be, hogy a kínai hernyógomba ilyen tökéletesen képes adaptálni a szervezetet, a sportolókét is, hiszen a kínai futónők egy csomó futási világszámban jelentős eredményeket értek el, illetve Michael Phelps, a világbajnok úszó, szintén a világcsúcsot, amikor elérte, ő is azt nyilatkozta, hogy a felkészülési időszak alatt kínai hernyógombát fogyasztott. És aztán ugye ez a rettegett folyamat vége, amikor már ugye egy csomó károsodás érte a szervezetünket, és kialakul a rák, itt is bebizonyították azt, hogy az adaptogének azok védelmet nyújtanak a rákos megbetegedésekkel szemben, kezdve ott már onnan, hogy ugye segítenek a májnak a méregtelenítésében, a regenerálódásában, és ugye tudjuk alkalmazni a kemoterápia és a sugárterápia alatt is, hiszen növelni fogja a hatékonyságát. A ganoderma képes megjelölni a rákos sejteket, és ezáltal felismerhetőbbé válik az immunrendszer számára, még hatékonyabb lesz a terápia alatt, illetve az egészséges sejtek, amik szintén sérülnek ilyenkor, annak a regenerálódásában is segít. Úgynevezett immunamfoterként tartják számon a ganoderma lucidumot, növeli az immunitást, és csökkenti ugye a kemoterápiának a mellékhatásait, csökkenti a DNS károsodást, és más egyéb hatóanyagainak köszönhetően is támogatja a szervezetünket. Méghozzá úgy, hogy meggátolja a daganatoknak a növekedését is, angiogenezis gátló, ami azt jelenti, hogy a rákos sejtek artériákat, ereket próbálnak kialakítani, hogy el tudják látni a rákos sejteket újabb tágabb anyagokkal, azt is megakadályozza, illetve a metasztázist, az áttétet is képes megakadályozni a ganoderma. Nyilván egy súlyos rákos betegnél teljesen más agadagokat kell alkalmazni, mint amikor valaki prevencióként szedi a gyógygombákat. Elsősorban a ganodermánál a vastagbélrák, a prostata, aztán az emlőrák növekedésénél tapasztaltak klinikai kísérletekben komoly eredményeket, és a poliszaharid tartalomnak köszönhetően 5-szörösére, 29-szeresére képes volt megnövelni a hatékonyságát ezekben a kutatásokban. 2008-tól Ophiocordyceps sinensis a tudományos neve a kínai hernyógombának, és a cordycepinnek köszönhetően, ami benne van, a kináz enzim rendszeren keresztül hatásosnak bizonyult szintén emlő, húgyhólyag, vastagbélrák és mieloma esetén is. Meg kell még említenünk, hogy mutáció ellenes hatása van még az oroszlán sörénygombának, és a proliferáció ellenes hatással van pedig a Wolf pória extenzának, az a pória gyógygombának. Ennek igazándiból még nincsen elhíresült magyar megfelelője.
Nagyon kiterjedt hatásai voltak az adaptogéneknek a kutatásokban a szív- és érrendszerre vonatkozólag is. A szívünk az egyetlen olyan szervünk, ami soha nem pihen, folyamatosan állandó igénybevételnek van kitéve, és ahhoz, hogy minden sejtünkhöz eljusson a megfelelő oxigéndús vér, ahhoz a szív munkájára szükség van. És ahhoz, hogy ugye onnan el tudjon távozni ugye a széndioxid és egyéb salakanyagok. Hogyha a megfelelő keringés elveszik, akkor szövetkárosodás lép fel, ami egy csomó betegséget magával fog hozni. És ezen felül azt is bebizonyították 30 évvel ezelőtt, hogy a szívnek is van saját endokrin, belső elválasztási funkciója, és szívpeptideket szekretálnak, azokat választanak ki, adrenomedulint, proadrenomedulint, N-terminális peptideket és endotelin 1-et. És ezek a vegyületek pedig elősegítik az ereknek a tágulását, az összehúzódását, a diurézist, a vérnyomás csökkenést, és a antifibrotikus hatással is rendelkezik. Szív- és érrendszeri funkcióban nagyon komoly szerepe van a kínai hernyogombának, ami ott alul van, bocsánat, a két képet meg kellett volna cserélnem. Erősíti a szívizmot, és úgy találták egy állatkísérletben, hogy csökkentette az őszt is a VLDL koleszterin szintet, és megnövelte ezt a jó úgynevezett HDL koleszterin szintet. A Reishi vagy Ganoderma lucidum az szintén javítja a szív- és érrendszeri funkciókat, ő is csökkentette ezt az LDL és VLDL koleszterin és triglicerid szintet, gátolta a vérlemezkéknek az összetorlódását, és ugye ezáltal csökkentette a vérnyomást is. Valamint más klinikai vizsgálatokban úgy találták, hogy csökkentette a szívtáj és szorító fájdalmat, a ritmuszavarokat, és elősegítette az arteroszklerózisnak a megelőzését. És hát végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb méreganyag kiválasztó szervünk az emésztőrendszer és a húgyúti rendszeren túl a bőrünk, a legnagyobb testfelületünk, ami nem csak a fizikai hatásoktól tud bennünket, illetve a belső szerveinket megvédeni, hanem nagyon fontos szabályozó funkciója is van. Minden idegrendszerhez kapcsolódik, a perifériás idegrendszerhez, a központi idegrendszerhez és a vegetatív idegrendszerhez is kapcsolódik a bőr. És erről is kimutatták, hogy szintén egy neuroimmun-endokrin szerv, ami szintén kapcsolódik a hipotalamus, hipofízis és mellékvese tengelyhez, és ez miben sem nyilvánul meg jobban, mint amikor a különböző betegségek esetén, ami mondjuk lelki eredetű, és stresszről van szó, az megnyilvánul, akár pikkelysömör, öfsömör formájában is. Ugye ilyenkor, amikor stressz alatt vagyunk, akkor megemelkedik a kortizon szint, az adrenalin, noradrenalin, és ezek fokozzák a gyulladást, lassabbá teszik a sebek gyógyulását, és arra mutattak rá, hogyha ezeket az adaptogéneket használják, akkor a sebek is gyorsabban fognak gyógyulni. Ezt saját magam is tapasztaltam, egy munka alkalmával teljesen szétrepettek az ujjaim, és én is a sebbe ganoderma port szórtam, mert szerettem volna, hogyha nem keletkezik rajta a vastagág, és nem úgy gyógyul meg. És akkor első alkalommal, amikor még nyílt volt a seb, akkor RG port szórtam bele, mert az nagyon jó kitisztította, kihozta még a benne lévő szennyeződéseket, és amikor már összezáródott a seb, akkor pedig GL port raktam rá, hogy minél jobb legyen a gyógyulása. És hát ugye ezt felfedezte magának a kozmetikai ipar is, hogy a bőrre ilyen hatással van, és különböző kozmetikai készítményekbe, illetve testápolókba, masszázsolajokba is beleteszik ezeket az adaptogén gyógygombákat. És hogyha ennyire kiterjedt hatásai vannak ezeknek az adaptogéneknek, akkor nem mehetünk el amellett, hogy ne figyeljünk oda, hogy milyen minőségű gyógygombát vásárolunk. Gyógygomba és gyógygomba között is nagyon komoly különbségek vannak, ahogy a Juli is felsorolta.
vannak olyan termékek, amik nem csak magát a gyógygombát, hanem egy csomó adalékanyagot tartalmaznak. Azon túl a gombák ugye a saját szerves testük anyagát más szerves, tehát a saját testük anyagát más szerves anyagokból építik fel, és gyakorlatilag olyanok, mint a szivacsok, tehát mindenféle környezetükben lévő szennyeződést képesek magukhoz szívni. Ezért ilyen nagyon jók ugye a szervezetünkben. Viszont, hogyha egy szennyezett környezetből származnak, akkor ugye ebben be tudnánk vinni, és ezt semmiképpen nem szeretnénk, főleg nem egy terápiánál. Tehát nagyon fontos, hogy biominőségű legyen, és az megfelelően legyen feldolgozva, tehát hogy minél több aktív hatóanyagot tartalmazzon. És hát ugye vannak olyan készítmények, amiket pedig úgy próbálnak kivonni ugye a hatóanyagokat a gyógygombából, hogy vagy alkoholban, vagy glicerinben oldják őket. Hát a glicerinnel mi lehet a problémánk? Fogyasztott-e már valaki glicerint? Kapott-e esetleg gyerekkorában? Senki? Tími? Igen. Hashajtó hatása van. És nem tudsz vele annyit bevinni, ami fel tudna szívódni, anélkül mielőtt kiürülne a szervezetből. Az alkoholban oldott gyógygombáknak az a hatása, vagy az a hátulütője, hogy eleve nem tudod gyermeknek, várandósnak adni, aztán májbetegnek nem tudod adni, alkoholizmusban szenvedő páciensnek szintén nem tudod adni, nem tudsz abban sem annyit bevinni a szervezetedbe, amennyi kell ahhoz, hogy a terápiás adagot be tud vinni, hogy ki tudja fejteni a hatását. Hát ezért nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű gyógygombát választunk, és mi itt mind előadók azért vagyunk itt, mert elkötelezettek vagyunk a DXM fel, és azért vagyunk elkötelezettek, mert a DXM meg elkötelezett a minőség fele. Tehát nem mindegy, hogy milyen gyógygombát vásárolunk. És hát minden betegségre létezik valahol egy növény a világban, ami képes meggyógyítani. Kívánom, hogy ti is találjátok meg azt a gyógygombát, ami benneteket képes meggyógyítani. Köszönöm szépen!